Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jöjjön egy újabb üzenet a TNA-nak, egy megbeszélés, átbeszélés, kormányzati ülés, kérem szépen. Mert megint ugye összejöttek a dolgok, egy csomó mindenről kell beszélni, úgyhogy kedves TNA tagok, figyeljetek, érdemes megnézni a videót, netán fontos lehet, amit mondok, ti döntitek el. Jövőbeli TNA tagok, akit érdek, aki szeretne csatlakozni a TNA-hoz, ők is figyeljenek. Legutoljára, amikor beszélgettünk, és volt egy ilyen kormányzati ülés, és kifejtettem gondolatomat, hogy mire alapoznám ezt a TNA dolgot, hogy milyen apró dolgokat szeretnék kérni tőletek, ugye semmi extra, tehát egy nagyon nem durvulunk be, de ugye egy normális viselkedés a szervereken, stb. Ilyen apró dolgok, mivel hogy viszonylag nagy klán lettünk, vagy közösség lettünk idővel, így aztán kezdtek észrevenni minket, hogy létezünk, hogy vagyunk, és nem hülyékként szeretnék elhíreszteni, és ez tök jól is ment, és nagyon jól mindenki szépen beilleszkedett a csapatba, és tök rendesek vagytok, nagyon köszönöm, hogy mindezeket az apró kis dolgokat betartottátok. És még mielőtt rátérnék a Franco mostani TNA tagok üzenetére, azelőtt most beszéljünk a jövendőbeli tagokról. Úgyhogy kedves jövendőbeli TNA-sok, akik szeretnétek csatlakozni a TNA-hoz, egy-két dolgot tudnotok kell. Nálunk nagy a szigor, nem olyan nagy a szigor, viszont azt nézve mi egy olyan klán vagyunk, vagyis közösség vagyunk, közösség jelenne, nem vagyunk klán, mert nincs profi ágazatunk, nincs semmi ilyesmi, már ki tudja, vannak kezdeményezések rá egy klánon belül, és közösségen belül, de semmi komoly egyelőre. Szóval egy olyan közösség vagyunk, akik szeretünk aktívak lenni, elég jó baráti társaság vagyunk, annak ellenére, hogy a 200 emberből szerintem nagyon egy 50 az, aki folyamatosan azért valamilyen szinten felelhető teljesen és aktív a klánon belül, frankon aktív, úgyhogy még én is megjegyzem a neveiket, hogy ott vannak, hogy mi ez ismerős mondani, és hogyha még nem is játszottam vele, de tudom, hogy TN álltak, mert már láttam a nevét, mert már felcsatlakozott utána. Szóval tudnotok kell, hogy ez egy aktív közösség, és abból adódóan, hogy videózom, és egy páron ismerik a TNA-t emiatt, egy páran ismerik a nevet, nagyon sokan is szeretnének jelentkezni, ezért a klánban mindig túljelentkezés van. És ennek okból kifolyólag én megbíztam nagyon jó kis gamer kollégáimat, barátaimat azzal, hogy amikor én például nem tudok odafigyelni jobban, ők vigyáznak a klánra ebből a szempontból, tehát és mivel, hogy egy aktív közösség vagyunk, ezért aktív embereket is szeretünk befogadni. És ez egy nagyon lényeges üzenet azoknak, akik újonnan jönnek. Mi nem egy olyan közösség vagyunk, aki mindenkit be fog venni, illetve hát mindenkit beveszünk, de nagyon gyorsan szűrünk is. Szóval, hogyha úgy szeretnél csatlakozni, hogy te részese vagy valaminek, ami Necrokrim nevéhez fűződik, akkor valószínűleg rossz helyre csatlakozom, mert a TNA már valahol nagyon túlnőtt azon, hogy csak rólam szóljon, és ez inkább rólatok szól, és az egész, amit ti alkottok, és amit ti vagytok igazából, ahogy én nézem a fórumot, hogy a Battle Logon milyen szinten aktív, elképesztő büszkeséggel tölt el, és valami ilyesmit szerettem volna én. Ez volt az elképzés, amit akkor létre akartam hozni. A másik nagyon fontos dolog, ez is nagyon fontos dolog, ha bejelöltök Original Battle Logon Steamen, sajnálom nem foglak visszaelőni ezt, mert nagyon-nagyon-nagyon sok videóban elmondtam, nem fog visszaelni senkit, elkövettem régebben azt a hibát, mikor 1000 körül feliratkozom volt, visszaelőttem mindenkit, és nem hagytak játszani, nem hagytak élni, úgyhogy ennek okból kifolyólag nem fogok személyesen visszajönni senkit. Tudtok, így is rám tudtok csatlakozni, megtaláltok a TNA-t Battle Logon, BF3, BF4-en és Steamen is. Mindenhez a linkek a leírásban vannak. A TS IP cím linkje a leírásban van, tehát még TNA tagnak sem kell lenned ahhoz, hogyha szeretnél velem játszani, szeretnél velem beszélni TS-en, nagyjából azért megtalálsz, ahogy időm engedi a munka mellett. Na most, hogyha új és friss tag vagy és szeretnél csatlakozni ehhez az egészhez, akkor az tisztában kell lenned vele, hogy ez egy aktív közösség, szeretünk játszani, szeretjük, hogyha működőképes a klánunk, és nem csak úgy van a levegőben. Ezért mostanában is személyesen nagyon-nagyon-nagyon sok embertől váltam meg.
Mert láttam, hogy milyen hatalmas a túljelentkezés, amúgy. És nagyon-nagyon sok embert fogtam és kiraktam a klánból. Nem jó szívből, de még ismerősöket is raktam ki a klánból, akik nem voltak aktívak már nagyon jó ideje. Sőt, olyanokat, akikkel nagyon-nagyon-nagyon jóba voltam az évek alatt, tehát menjük el. Ha nem voltak jó, ha nem voltak aktív része a közösség, akkor menjük el. Na most viszont akadt egy apró gond, hogy a Battle Log valamiért nem engedi fölvenni az új tagokat, azt írja, hogy a klánunk, a közösség, a platún a maximumon van, pedig nincs, mert 148-an vannak most a 200-ból, igen, ilyen sok embertől váltunk meg, vagyis váltam meg. Úgyhogy az újaknak türelmüket kérem, láttam ilyen hatalmas a túljelentkezés, és be fognak kerülni, mindenki be fog kerülni, ahogy adódik, ahogy sor lesz, és amint a Battle Log meggyógyul abból a szempontból, hogy engedi fölvenni az új tagokat, mert most jelen pillanatban nem engedi. De arra mondom, az új tagok készüljenek fel, hogy aktív közösség vagyunk, ha nem vagy túl aktív, ki fognak szűrni, én vagy az adminjaim. Simán kiszűrnek, az az igazság. Kik élveznek előnyt a TNA-ba? Igen, macskasok vagyunk, mivel hogy nagyon sokan vagyunk, így aztán igen. Szóval, hogyha szeretnél benn is maradni, meg részes lenni ennek valahol ennek az egésznek, akkor legalább egyszer gyere fel a TS-ünkre, legalább egyszer mutatkozz be, legalább egyszer játsz velünk, legalább egyszer csatlakozz utánunk. Nagyon sokan újak mostanában feljöttek, csatlakoztak utána, vagy csatlakoztak a többiek után, játszottak, ott voltak TS-en, legalább bemutatkoztak, feltolták az órukat, hogy azt mondják, hát szevasz, hát én vagyok az új TNA-tag, tudod, múltkor vettél föl. És legalább tudjátok, hagytak egy nyomot maguk után, hogy én vagyok, és én itt vagyok, és én nem szeretnél később, én aktív vagyok, hogy tudjátok valami, hogy egyszer, hogy megjegyezzük, hogy vannak, szóval előnyt fognak élvezni azok, akik például már most nem TNA tagok, de följárnak TS-re, és élvezik a társaságunkat, együtt vagyunk, együtt játszanak velük, valószínűleg őket soron kívül bevesszük, mert ők olyan arcok, akikkel látjuk, hogy szeretnének együtt velünk játszani. Még nőbb előtt fognak élvezni azok, akik normálisak is, tehát az viszont lényeges dolog, hogy legyen normális, tehát nem ilyen örültekre vagyunk kíváncsiak, és nem alulműveltekre sem, szóval ha tudod magadról hülye kérdéseid vannak, akkor nehéz dolgod lesz, nem velem, hanem az adminokkal, mert őnek kevésbé van türelmük, mint nekem, szóval ja, nagyjából ezeket az igazság, hogy el kell mondjam. Ezek azért lettek időközösen, nem gondoltam volna, hogy ilyen apró dolgokba futunk, de nagyon sokan lettünk, és ilyen különböző dolgok azért, hogy mindenkinek meglegyen valami esélye vagy egyenlőség, ilyen apró dolgok születtek meg, amiket nem csak én, de ugye alakultak az idők során. Úgyhogy újak, akik szeretnétek jönni, lehettek aktívak, legalább egyszer mutatkozzatok be TS-en, én is TNA tag vagyok, hogy játszhatok veletek, csatlakozz utánunk a platoonon keresztül, szóval legalább egy jelét mutasd, hogy te aktív vagy, vagy voltál, vagy valami, tehát így, van aki még annyira rendes, hogy azt is beírja, hogy figyeljetek, mert elutazom hétvégére, nem leszek, szóval ez elképesztő, kurva jó, és ez egy nagyon jó dolog, és azért, hogy ez az egész ilyen működőképes legyen, és tök jó legyen, szerintem jó, hogyha a játékosok aktívak, és tényleg részt vesznek. Például a fórum élet nem is gondoltam volna, hogy valahol beindul, és kurva jól beindult, és az emberek válaszolva segítenek egymásnak. És ez a legelképesztőbb, leggyönyörűbb dolog, hogy volt egy TNA tag, aki szervert bérelt például azért, hogy a Phantom Dogtageket megkeresse, és be is írta a Platoon fórumba, hogy akinek kell segítség ezzel kapcsolatban, ő bérelt egy szervert arra, hogy megkeressék a Phantom Dogtageket. Mások csak azért írtak, hogy akinek kell segítség a Phantom Dogtage keresésben, ő segít. Szóval, what the fuck? Kurva jó volt, és nagyon jó dolog, és ez, tehát újak, ez az a közösség, ami a miénk, ez az, amitől ez így működik, ahogy működik, mert ilyen emberek, ilyen tagok vannak benne, és valahol ilyen embereket és ilyen tagokat is keresünk, úgyhogy erre számítsatok újak, akik a mi közösségünkbe szeretnétek tartozni, hogy itt jó arcok vannak, és jó gamerek vannak, és segítőkész gamerek vannak, és hát nem tudom, le a kalappal előttük, mert tudom, hogy az elmúlt hónapokban kb. Engem kellett volna kirúgni a TNA-ból, mert én nem tudtam annyira aktív lenni.
Úgyhogy, de megvan a privilégiumom, bocsánat, úgyhogy ez van. Battlefield Hardline, ezt majd még a Hardline beta alatt is el fogom mondani, Battlefield Hardline-ban is lesz TNA, úgyhogy újabb lehetőség lesz csatlakozni TNA-hoz, ott is kinőni, úgyhogy akiknek például már elő volt rendelve a mostani TNA-n belül a Battlefield Hardline, ők például nem kerültek ki annak ellenére sem, hogy aktívak voltak, mert inaktívak voltak, mert tisztában voltam velük, hogy a Hardline valószínűleg azért ki fogják próbálni, és aktívabbak leszik, úgyhogy TNA Battlefield Hardline-on belül is lesz. De mint mondtam, kedves jövendőbeli tagok, erre készüljetek föl, hogy nálunk sajnos kikerülnek azok, akik inaktívak, mert nagyon sok a túljelentkezés hozzánk, és mivel ugye a videón is népszerűsödik az egész, és látják ezt mindezt az emberek, így jelentkeznek sokan napjába, és mindenkinek szeretnék megadni az esélyt, és addig köröztetjük ezt az egészet, amíg észreveszünk, hogy kik azok a tagok, akik érdemesek bemaradásra. Ez így alakult az idővel, nem tudok mit mondani hozzá. Nos, leendő TNA tagok, mint már nem győztelek titeket halálra dicsérni, köszönöm a munkásságokat, köszönöm, hogy vigyáztatok a közösségre, hogy ápoljátok ezt a közösséget. Az adminoknak, akik adminok lettek idővel, köszönöm a munkájukat, ugye Tibi, Igül, Lankovics, szinte Dani, Cukor, tehát nekik mind köszönöm azt, amit úgy tesznek, és igyekeznek ápolni a közösséget, ezt a kis klánocskát, hogy úgy mondjam, és hogy energiát és időt fektettek abba, hogy ez működőképes legyen akkor is, amikor én nem tudok ott lenni, és kell az a bizonyos kis szigorúság faktor, ugye, na mindegy. Szóval, ja, és mindenkinek, aki jelenleg ott van a klámba, szeretném, vagy jelenleg bennmaradt a klámba, hogy úgy mondjam, és például még nem ismerem őket név szerint, vagy nem is nagyon játszottunk velük, azoknak mondom, hogy azért igyekezzetek legalább egyszer bemutatkozni. Nem csak az a klám vagyunk, aki csak úgy van a nagyvilágban, és boldog-boldogtalan bevesz, mert valahogy nem így alakult a dolog. Nos, ennyi lett volna nagyjából a dolog, úgyhogy lezárom lassan ezt a kormányzati, TNA kormányzati ülést. A leendő tagoknak mondom, hogy erre kell számítani itt, Battlefield Hardline-ban is részt veszünk, BF3-ban, Steam-en is megtaláltok, minden link ott van a leírásban. A mostani tagoknak pedig még egyszer köszönöm, hogy ezt a közösséget választották. Hogy mikor gyógyul meg a betörlök, hogy az új tagokat be tudjuk venni, fingom sincs, nem tudom, de amint ez megtörténik, akkor be fogunk venni mindenkit. És tudom, hogy TNA-n action videók mostanában elmaradoztak munka miatt, sajnos, nagyon sokat dolgoztam, keres volt az időm játszani. De amikor látjátok, hogy játszom Battlefield-et, látjátok, olyankor többnyire azért fönt vagyok TS-en is. És hogyha látjátok, hogy játszunk, a többiekkel nyugodtan csatlakozzatok utánunk, és gyertek, mert TNA-n action videók csak így születnek, és én például nagyon szerettem ezeket a videókat, nem tudom ti hogy voltatok vele, élveztem nagyon a játékot velük, és úgy gondoljátok, hogy ez az egész, ez 5 emberrel indult a valamikor régen, és ennyire kinőtt, hogy a végén egy közösség tagjai csatlakoztak fel egy időben random utánam, és feljöttek TS-re, és együtt játszottunk, és lettek belőle videók, és megismertem új embereket, új barátokra tettem szert. Úgyhogy, ha látjátok, hogy ez így van, még nem játszottál velünk, vagy bármi szégyellős, vagy ne légy szégyellős, gyere föl TS-re, csatlakozz, utánunk Platoonon keresztül lehet ugye utánunk csatlakozni, hogyha nem vagy megismerősök között. Úgyhogy minden megoldható. Feljössz TS-re, TS cím, itt van a videó alatt a leírásban, ott van a Platoonnak a leírásában, mindenhol mindent meg lehet találni, minden információt, aki akar, megtalál minket. És nyugodtan lehet utánunk csatlakozni, és így születnek meg a TNA-n action videók, azok a random jelenetek, azok a jó hangulatú jelenetek, és valahol erről szól az egész. Úgyhogy ha szeretnél valamilyen szinten részese lenni ennek az egésznek is, és működtetni ezt a közösséget, működtetni ezt a csatornát, amit csinálok valahol, akkor
Akkor nyugodtan csatlakozz utána, hogy játszunk. Ez Steam-en is igaz, tehát azért Steam-es játékokkal is játszok, ugye Call of Duty, stb. Ha látod, hogy játszok, ha van kedved, akkor nyugodtan utánam csatlakozhatsz, mert ugye megoldható azért az is. Vagy ott vagy a TNA Steam-es platoonon belül, Steam-es klánon belül, most mondjuk így, és nyugodtan lehet a másiknak üzenetet írni, hogy jó, figyeljél már, várjál már meg, hát nyugodt, én is szeretnék csatlakozni hozzá, stb. Nos, ja, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, élvezzétek a megmaradt egy perc körüli, két perc körüli gameplayt, de részemre ennyi lett volna, remélem, hogy sok minden tisztázódó és sok minden érthetővé vált a dolgokkal kapcsolatban. Sziasztok!